Az egyes szakmákkal, foglalkozásokkal és a média világával ismerkedhettek meg azok a gyerekek, akik részt vettek a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara táborában. Finta Luca Lilla azt mondja, a videó szerkesztést és vágást szeretné elsősorban megtanulni. Engem egy videós inspirált erre, és meg hogy így igazából majdnem az egész YouTube, hogy így szeretnék így videózni, és akkor, hogy ez jó munkának tűnik, és igazából, hogy belekezdtem, hogy az is, és így, és akkor megszerettem. Nyugodtan ott fog rá, fog meg, nyugodtan, semmi baj nem lesz a Totónak. A hét során a gyerekek ellátogattak például egy üzletbe, de egy kutyakozmetikus mindennapjaiba is betekintést nyertek. A tábor utolsó napján pedig különböző előadásokon vettek részt a fiatalok. Szó volt e-sportról, filmkészítésről, videóvágásról. Szeretem én is ezt az irányzatot, az informatikát, meg ezeket a médiás dolgokat. Ezt a kettőt már ismeritek? Esetleg ismertek valami másfajta hangrögzítést is? Természetesen a televíziózás sem maradt ki a sorból. Ennek bemutatására stábunk munkatársait kérték fel a szervezők. Liptek Péter kollégámmal jöttünk el az eseményre. Én általában a szerkesztői feladatokról, a szerkesztőség felépítéséről beszélek. Péter pedig elmondja a műszaki részt, illetve nagy előnye, hogy dolgozott színházban és filmekben is, és nagyon érdekes és különleges dolgokat tud a gyerekeknek, illetve az érdeklődőknek elmondani erről. Az egyhetes tábor az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta, így minden gyerek térítésmentesen vehetett részt a programon.